Úgy érzem, ezt is fontos elmondanom, már azért is, hogy senki ne gondoljon többet rólam, mint ami vagyok, mint aki vagyok. Hisz én is testben vagyok még, noha van kapcsolatom az élő Istennel, és újjászült a lelkemet, és formálja, és megtisztítja attól, ami testi, ami hiába való, de a testem által én is meg vagyok kísértve. Azáltal, hogy ránézek a világra, erre a testi elbukott világra, én is meg vagyok kísértve. Nem teljesen tiszta látásom. Néha az én látásom is behomályosodik, hogyha nem arra nézek, aki a vizen járt, a tengeren járt, hanem arra, akik a tengerben fuldokolnak. A testre nézek. Ugye ezen fontos megosztanom, mostanában nem szoktunk gyakran beszélni a kedves barátaimmal, utitársaimmal, mert a mindenható egyenként formál bennünket eléggé intenzíven, tanítások által, szembesítések által, álmok által formálja lelkünket. Viszont néha úgy kedves, hogy beszéljünk, és akkor beszélünk is, és meg is tudjuk, hogy miért kellett beszéljünk, tehát nyilvánvalóvá teszi a mindenható Isten, hogy ezért kellett beszéltek, ez a dolog közös mindannyiótokban, ez a hiba, ez a elbukási lehetőség, ez a gyarlóság, ez a kísérthetőség, ez közös bennetek. És ilyenkor beszélünk, és egy ilyen alkalom volt tegnap előtt, azt hiszem, amikor is beszélhettem két kedves utitársammal, és elmondták, hogy milyen intenzív álmot kaptak, hogy egész éjszaka Isten hordozta őket, elvitte őket, mutogatott nekik bizonyos dolgokat, tanításokat adott, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És hogy igazából, hogyha mi olyanok vagyunk, amilyenek lehetnénk, amilyen Krisztus is volt, akkor hamar megértjük a lényeget. Egy üzenetből, egy álomból. Mert épp az előbb hallgattam a kedves Iringót is, aki elmondja, hogy kapott egy álmot Istentől, és megértette estére. Ez ugye, ez rossz is, meg jó is. Rossz olyan szempontból, hogy estére? Hát akkor Isten miért nem este adta az álmot? Hogyha azt akarta, hogy este értsük meg, akkor miért nem este adja az álmot, ugye? Vagy később, akkor, amikor megértjük. Ezt úgy mondom, hogy van, kapok egy álmot, és megértem egy hét múlva. De ez persze van olyan, hogy Istennek úgy kedves, hogy összerakja a képet, és nem adja rögtön a megértést. Van ilyen is. De sokszor azért nem értem az álmot, vagy az üzenetet, amit kaptam Istentől, vagy a külső képet is, a világi képet is, azért nem értem, mert egyszerűen tompa a lelkem. Tompa a lelkem, el van tompul az én lelkem is. Vagyis nem olyan friss és olyan üde, mint a gyermek lelke. És egyik barátom elmondta azt, hogy mit kapott Istentől, milyen álmokat. És igen, tehát tényleg gyönyörű, tehát olyan szempontból dicsőséges volt, gyönyörűséges volt, hogy az Úristen ilyen játékosan, kedvesen tanítja őt, megcirogatja a buksiát, meg minden, még nevetgél is vele, meg minden. De a durva az volt az egészben, hogy közel 2 órán keresztül beszélgettünk. Már-már úgy voltunk, hogy na akkor kész, ennyi volt, megbeszéltünk mindent, és 2 óra után jött a megértés. Akkor állt össze a kép, hogy mi annak az üzenete, milyen fontos figyelmeztetés van abban az álomban, és abban a humoros kijelentésében Istennek, ugye aki egy idős embernek a képébe jelent meg az ő álmában, és felolvasta az ő bizonságát egy papírról, és azt olvasta, hogy amikor felszálltál a buszra, arra a buszra, az autóbusz megállt a homlokzat előtt. Nonsense. Nincs értelme. Elmondta, megbeszéltük, helyen nevetgéltünk, érdekes, meg minden, de nem állt össze a kép. És sok álmot kapott arra vonatkozóan, hogy mi fog következni az ő életében. És nem igazán értettük, így általánosan értettük valamennyire, de a mi életünkre vonatkoztatva, a mi személyes életünkre vonatkoztatva nem értettük meg, sajnos ez többször megtörténik, hogy általánosan értjük, de úgy, hogy nekem mit mond az személyesen, úgy nem kapjuk meg a megértést mindig, annyira, annyira gyarlók vagyunk. És hangsúlyozom, 2 órán keresztül beszélgettünk, és azt mondja Krisztus, hogy ha 2 vagy 3-an találkoztok az én nevemben, ott vagyok én is közöttetek, és kijelentem magam nektek, mekkora süketségben, mekkora vakságban vagyunk, drága ember, mi is, drága embertársak, hogyha
két órán keresztül a lélek megtett mindent, a Krisztus lelke, hogy valamiképp megértsük. Két óra elteltével állt csupán össze a kép, hogy az az álom milyen figyelmeztetés, milyen fontos figyelmeztetés a mindenható Istentől. Hogy meg leszel kísértve, kislányom, kisfiam, meg leszel kísértve. És jön egy hatalmas lehetőség és hatalmas öröm. Látszólag nagyon jó, de meg leszel kísértve azáltal, ahogy mondta a prófétának is Isten, hogy te fordulj ahhoz, hogy te térjél meg ahhoz, és ne ő hozzád, de tarts ki, gyermeken tartsál ki, mert ami benned van az értékes, örök érvényű érték, tartsál ki, és ő fog ragaszkodni ahhoz, ami nálad van, és meg fog menekülni. Ne legyél részrehajló, ne menjél bele az ő játszmájába, az ő érzelgős beszédébe, maradjál lélekben, szüntelen imában, és engedd, hogy a Krisztus világossága ragyogjon benned, és akkor ő fogja azt keresni, és nem fogsz te belemenni, ugye, nem fogod őt megtéveszteni azáltal, hogy belemész az ő játszmájába. Amúgy ugye ezt az álmot kaptam én is, hogy belementem a testi dolgokról való beszélgetésbe meg minden, és akit Isten meg akart menteni, nem tudta megmenteni egyszerűen, mert én belementem annak az embernek a tekintélyébe, egészen pontosan az ő földi formájába, az ő földi létének a dicsőségébe, és ugye megjettem, és nem tudtam bizonságot tenni úgy, ahogy Isten akarta. És ezzel mindenki meg van kísértve folyamatosan, hogy főképp ilyen nagy és híres és neves emberek, ahogy mondja a Biblia, ha olyanokkal van dolgunk, akkor megijedünk és megszeppenünk, mint hogyha volna nekünk félnivalónk, noha azt mondja nekünk Isten, hogy mindenki fölé emel. Minden, ő az, a leges, legkisebb az ő országában. Márpedig aki hozzá fordult és átadta az életét a Krisztusnak, ő az ő országában van már lelki értelemben. Tehát a leges, legkisebb az ő országában nagyobb, mint a legnagyobb ember a Földön. Tehát ez azt jelenti, hogy nem arra kell nézünk, hogy formailag mit látunk, hogy mekkora a Góliát, milyen hatalmas, milyen nagy neve van, milyen fontos funkció van, nekünk az nem számít, mert Góliát el fog veszni mindenestől, az ő hatalmával, az ő funkciójával, és mindenestől meg fog semmisülni, hanem én meg kell mutassam neki az élőisten hatalmát, hogy azáltal ő esélyt kapjon a megmenekülésre, mert a Góliát testében is egy árva gyermek van, egy testi, egy férfi test, egy nő test börtönébe zárt gyermek van. Ezért fontos a hűség, hogy ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanra, a Krisztus szavára figyeljünk lélekben, és ne jöjjünk ki lélekből, mert ha kijöttünk lélekből, akkor bemenjünk a játszmába, a test által, a testiség által, a földi örömök, a földi jó, a földi tekintély, a földi hatalom által megkötözött emberek játszmájába, hogyha belementünk, nem tudunk segíteni, még Isten sem tud minket használni, hogy segítsen nekik. Ezért fontos lélekben lennünk. És látjátok, hogy miért fontos ezt is megvallani, hogy igen, két órán keresztül beszélgettünk, és amikor már hagytuk volna abba a beszélgetést, akkor jött az egyértelmű kijelentés, hogy az álomnak mi a jelentése az ő konkrét élethelyzetére vonatkozóan, az én konkrét élethelyzetemre vonatkozóan. Tehát ennyire gyarló az ember, ennyire megtéveszthető és gyenge az ember. Főképp, amikor a testiekre néz, a láthatókra néz, ezért mondja Jézus, hogyha vakok volnánk, jobb volna nekünk, mert akkor nem tévelyegnénk, mert akkor arra lennénk kényszerülve, hogy a láthatatlanra nézzünk. Viszont Isten nem azt akarja, hogy minket kényszergessen vaksággal, hanem azt akarja, hogy szabad akaratunkból nézzünk a láthatatlanra. Hogy a látható világban tudjon változás történni a láthatatlan által, drága emberek. Tehát ez ugye egy, mondjam azt, egy dicsőséges kudarc, kudarcnak kudarc, mert két órán keresztül beszéltünk. Volt, amikor ketten, volt, amikor hárman beszéltünk. És a lényeg, a tantusz nem akart leesni, hogy a mindenható Isten mindhármunknak ugyanazt mondja, ugyanazt akarja kijelenteni. Két órán keresztül, és már szinte kijöttünk a beszélgetésből, szinte kijöttünk a lélekből, és akkor jött az egyértelmű kijelentés, hogy mit jelent az, hogy ügyelj gyermek, mert meg leszel kísértve a látható által.
a külső által, a szavak által, a hízelgés által, a dicséret által. És te ne arra figyelj, hanem maradj én bennem, és én te benned, és akkor te fogsz világítani, és ő meg fogja kívánni azt, ami nálad van, és meg fog ő is szabadulni. Ő is szabad gyermek lesz, mint te. De ehhez kell a hűség, ahhoz, hogy szüntelen, ahogy mondja Jézus, szüntelen lélekben maradnunk, imában lenni. Hogy a lélekből szóljunk, lélekből hallgassunk, lélekből jelentsünk dolgokat. Ne menjünk bele a testi játszmába, se a saját testem játszmájába, se az ő testi gondolkodása, földhöz ragadt gondolkodása játszmájába. Még akkor sem, hogyha kedves, mosolygó, hízelgő, meg udvarias, meg illedelmes, ne menjél bele, mert az látható. Sokszor a felszín mögött olyan dolgok vannak, amiket nem látunk. Mert nagyon sok gyilkos, nagyon gonosz ember látszólag kedves. Júdás hogy árult el Jézust? Egy csókkal, kedves szavakkal megpuszikálta az arcát, és elárulta. Ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, ahhoz, hogy élhessünk az Atya Isten örömében, az ő jó kedvében.